Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban egy érdekes teszlás vonatkozású hírről mesélek nektek, aminek kicsit utána kellett nézek, rengetegen elküldtétek, a autonavigátornak volt egy cikke, hogy csalt a Tesla az egyik önvezetés demonstráló videójában, és hogy karambolozott is az autó, hogy összeütközött valakivel, és ezt ki kellett vágni a videóból. Ez így fura volt, megnéztem a videót, és így hát nem találtam manipulációra utaló jeleket, úgyhogy rákerestem az eredeti forrásra, és az a helyzet, hogy a New York Times tényleg írt erről egy cikket, csak nem így történt, ahogy fordították a, a magyar cikkbe, gondolom nem néztek utána rendesen, de én megtettem. És hát arról van szó, hogy a New York Timesnak egy volt Tesla alkalmazott azt állítja, hogy egy 2016-os videóban, amin a Tesla önvezetését demózta a Tesla, szóval, hogy az egy manipulált videó, és hogy nem csak az autónak a szenzorait használták az önvezetésre, hanem előtte 3D-ben feltérképezték az egész útvonalat, ami látszik a videón, az egyébként három perces begyorsított videón, szóval 3D-ben lidárral leszkennelték a, az egész útvonalat, ezt megtanították az autónak, tehát nagyon részletes térképet készítettek az autónak, amit betápláltak az autóba, és ezek után az autó a, a, betáplált útvonal és a szenzorok segítségével végigment ezen az útvonalon, de a dolgozó azt is elmondta, hogy tényleg volt egy kis koccanás, egy, egy egy ilyen szalakorlátot lekocolt a, Tesla, ezért az egész forgatásnak le kellett állni, amíg megjavították az autót, és innentől tudták újra forgatni. Szóval ez a, ez a, teljes hír, és ilyenkor azonnal felmerül az emberben, hogy mi van, hogyha egy volt Tesla alkalmazott, csak haragszik a cégre, már nem dolgozik ott, és, és ezért tulajdonképpen bekamúz egy ilyet jó pénzért a New York Timesnak, és azért vetném el ezt, mert már ugye láttunk már az autóiparban durva dolgokat. Tehát ennél sokkal-sokkal durvább dolgokat is láttunk már az autóiparban, hatalmas csalásokat, és ez egy 2016-os videó, amiben azt ígérte a Tesla, Tesla egyelő Elon de azt ígéri ez az önvezető videó, hogy hamarosan elérhetővé válik mindenki számára az önvezetés, és 2016 óta eltelt pontosan 5 év, és továbbra sem elérhető mindenki számára a teljes level 5-ös önvezetés a Teslákban, úgyhogy tulajdonképpen ez alátámasztja azt, amit a Volt dolgozó állít, hogy már pedig ez a videó, ez kamu volt, hiszen hogyha nem kamu lett volna, hogyha nem megrendezett, hogyha nem segítenek rá egy kicsit, akkor ennyi erővel már kint lehetne a végleges level 5-ös önvezetés mindenki számára elérhetően, de nincs kint. Mindjárt 2022 van, és nincsen teljes önvezetés. Úgyhogy ez, ez a hír, és nekem ez egy kicsit csalódás. Tehát, hogyha ez igaz, már pedig elég nagy esély van rá, hogy igaz, hiszen mit érne vele egy teszt alkalmazott, aki, aki nem tudná bizonyítani az állítását. Tehát, hogy azért tudjátok, szokták mondani, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nem fúj a szél. És, és ugyanez volt például a Nikola hidrogénes kamionja kapcsán, egy 30 milliárd dolláros bukta volt, amikor kiderült, hogy hát a kamion, amit bemutatott a Nikola, értitek, tehát hogy Tesla konkurencia, Nikola név, már már ez is nagyon gyanús kellett volna, hogy legyen egy csomó befektetőnek, de nem volt ez. Nos, kikerült egy videó erről a hidrogénnel hajtott Nikola kamionról, hogy tessék, itt van mozgás közben, fektessetek be a cégbe, csak pár milliárd dollárról van szó, mit számít az nektek, aztán kiderült, hogy ez egész videó egy átverés volt, és tulajdonképpen csak elint mindították a lejtőn a kamiont, és fölvették videóra, hogyha letesszük a kamerát lenti szögbe, akkor akár úgy is nézhet ki, mintha fölfelé menne a kamion, de aztán nagyon gyorsan lebuktak, hiszen ügyes, okos emberek elmentek erre az útra, hol ezt forgatták, és lehetett látni, hogy az út egy lejtős út, kipróbálták más autókkal, simán bebukták. Oké, okay, hogy ez csak egy kis startup volt a Nikola, és próbált pénzt gyűjteni, de, de ezek ilyen hatalmas kamuk, és sajnos az a helyzet, hogy ez simán kinézem a Teslából is, mert Elon Musk mondta már azt, hogy 2019-re egy millió robotaxi lesz az utakon teljes önvezetésekkel, legkésőbb 2020-ban most mindjárt 2022 van, és nulla darab robotaxi van az utakon. Szóval sajnos el tudom képzelni, hogy 2016-ban rosszul állt a Tesla szénája, alacsonyan voltak a részvényárak, a csőd táncoltak, és azt mondta Elon Musk, hogy gyerekek, csináljátok akárhogyan is egy önvezető videót, mert kell a hype, és kellenek a befektetők, és kell, hogy ne menjünk tönkre, de ez nem mentesíti a csalás alól, és, és azt gondolom, hogy ha korrektül elmondják az igazságot, azt szerintem mindig jobb, mint, mint egy csalással rövid távon nyerni, valamit aztán lebukni. Ugyanezt csinálja a Fisker. Fisker karmáról is sokan szoktatok kérdezni, miért nem csinálok a Fisker karma autókról videót, mert nincsenek. Volt az a régi, az, az első hibrid, ami nem is teljesen elektromos autó, és azóta Fisker úr mindig bemutat valamilyen hiper, szuper, szilárdtestes akkumulátorral szerelt Fisker autót, suv amire hát befektetők jelentkezését várja és akkor mondja, hogy 2021, meg 2022, de ezek az autók nem futnak az utakon, még még csak nem is tesztelik őket, tehát kiállítási darabként léteznek, és, és ezen kívül semmi, és ugyanez a helyzet a Teslákkal is. Például a Roadster, amit 2018-ra ígértek, 19 elejére, most mindjárt 22 van, és a roadster már nem is lehet rendelni. Tesla modellest nem lehet rendelni, Model X-et nem lehet rendelni, bár ez mondjuk inkább a csíphiányra vezethető vissza semmint arra, hogy hogy a Tesla túl sokat ígér, bár, bár, simán az is benne van, hogy, hogy ígérünk ezer lóerős autókat, aztán nincs hozzá elegendő akkumulátor, vagy nincs hozzá elég valami, és akkor nincsen, de a legnagyobb gáz az szerintem a Tesla Roadster, amit így bemutattak, és én is azt mondtam, hogy úristen, Úristen, hát úfú, bár csak vezethetném ezt, és hát azóta várom, hogy vezethessem, és még egy darab nem gördült le a gyártósorokról. Szóval én nagyon bírom Elon de, de amikor olyanokat ígér, amit, amit láthatóan most már látjuk, hogy nem tudott betartani, akkor mindig egy picit hitelét veszti nálam, és, és inkább ne ígérjen, akkor mondja azt, hogy szeretnénk egy ilyet csinálni, majd valamikor jönni fog, rendeljétek meg, nem tudjuk, hogy mikor, pár éven belül. De, de a Tesla önvezetéssel az a problémám, hogy 2014 óta mióta lehet Tesla modelleseket rendelni, azóta kint van, hogyha megnézitek a tesla.com-on a, konfigurátorban, hogy ott van egy full self-driving hardware, vagyis nem az teljes önvezetést kapod meg, mert az csak hamarosan érkezik, tehát oda van írva, hogy hamarosan érkezik, hanem az ahhoz szükséges hardvert, ami minden autóban benne van. Ez nagyon jól hangzik, de hogy mi az, hogy hamarosan? Tehát nekem az autóiparban, hogyha egy autógyár azt mondja, hogy hamarosan, az mondjuk fél év, egy évet jelent. De a Tesla 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, most már lassan 22 van, 8 éve írja azt a weboldalon egy 7-10 ezer dolláros extrára, hogy hamarosan. Tehát, hogyha én Tesla vásárló lettem volna régen, vagy most lennék, és éveket várnék valamire, amit megígértek, hogy hamarosan, és nem kapom meg, én barom ideges lennék. Mert ez szerintem nem korrekt. Egész egyszer nem korrekt. És a Tesla nem csinál mást, mint, mint folyamatosan ígérget egy olyan dolgot, amire minden szakértő azt mondja, hogy még nagyon messze van, mindig öt évre vagyunk tőle. Jelenleg a Tesla level 2. Level 2 és feles önvezetést tud ez a tény. Tehát ez, hogyha megveszük ma a boltban a Teslát, vagy online megrendeljük, akkor bekapcsoljuk a sávtartót, vagy nevezhetjük level 2 és feles önvezetésnek, az ennyi, ennyi tud. Nem level 3, nem level 4, nem level 5, hanem level 2, level 2 és félnek mondhatjuk. És az a helyzet, hogy például most a Mercedes már megkapta az engedélyezett level 3-as önvezetést a S-Class mercedes az EQS-ben is például, ami level 3-as, de csak 60 km per óráig és bizonyos autópályaszakaszokon. Tehát nem mindenhol, de előbb kapták meg a level 3-at, mint a Tesla, aki 2014 óta azt mondja, hogy nekünk itt van a zsebünkben az önvezetés és mi királyok vagyunk, és bizonyos szinten tényleg a Tesla tart a legelőrébb. Csak a valóság meg az, hogy a valóságban meg level 2-nél tartanak. Ez a, ez, a, ez a, valóság, és, és ezen nekem nagyon nem segít, hogy odaírjuk a website hogy hamarosan, meg meg 10 dollárt, aztán majd hamarosan lesz teljesen vezetés, és közben kiderül, hogy, hogy hamisított videókat hoznak ki, amihez lidár technológiát használnak, amire Elon Musk azt mondja, hogy a lidár az hülyeség, és hogy a szemünk is olyan, mint két darab kamera, és az autó is tud úgy működni, tehát ezek nagyon jól hangzanak, de még a még a full self drive bétánál is, amit ugye kiadtak Amerikában bizonyos sofőröknek, akiket előtte lepontoztak, hogy nagyon jól kell tudjon vezetni, ami nagyon vicces, hogy akkor lehet önvezető, önvezető autót, hogyha te nagyon jól tudsz vezetni, és egyébként nagyon lassan vezetsz, és nagyon keveset fékezel. Szóval a beta teszterek, akik a, az elvileg level 5 tesztelik, hívhatjuk levelőt bétának, de amíg felügyelni kell az autót, addig az nem level 5, hanem maximum level 3. És ez egy hatalmas játék a szavakkal, hogy azt mondjuk, hogy a hardware az képes a teljes önvezetésre, de azt nem tesszük hozzá, hogy a szoftverünk az viszont nem. És hogyha idehoznánk a pesti utakra a bétás autópilótát, az itt össze-vissza magát. Tehát fogalma nem lenne, nézem az FSD videókat, csodálatos, hogy viszonylag jól el tudnak navigálni San Franciscóban, 30 mérföld per órával, tehát hogy kellemesen elnavigálnak viszonylag alacsony forgalom mellett, de például a New Yorkban ugyancsak a New York Times kipróbált egy ilyen bétás önvezetős Teslát, és hát így össze -vissza törték volna magukat, hogyha nem nyúl be a kormányzásba. És pont ez a baj a level 2, level 3, level 5 között, hogy pici lépcsőnek tűnik, de hatalmas lépcső valójában, és bárkivel beszélgetek, autóipari mérnök, kell szoftveres programozóval vagy aki akár most nem akarok céget mondani mert titok de de hogy dolgoznak itthon is önvezető technológián mindenki azt mondja hogy mindenki szerint nagyon messze van de bárkivel beszéltem azt mondta hogy nem tudjuk. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mikor jön el az a pont. Elvileg képes lenne az autó, de hogy, hogy mikor lesz meg az a hardware és az a szoftver, hogy az ténylegesen is levelőtként működjön, azt nem tudjuk. Addig ott lesz a Tesla oldalán, hogy hamarosan érkezik az önvezetés, ami szerintem. Egy szimpla átverés, ahogyan a Fisker és amit a Nikola csinál, és ahogy egyébként Cybertruck sincsen az utakon, amit egyébként már gyártani kéne, de még se híres se hanva, és még a végleges dizájn sem tudjuk, majd talán januárban meg tudjuk, és akkor talán elkezdik gyártani, és akkor legalább azt lehet majd kapni, de az a helyzet, hogy, hogy bármennyire is szeretem a Teslát, kezdenek lemaradni a csomó mindenbe, és ezekkel a húzásokkal, ezekkel a nagyotmondásokkal mondásokkal engem már, már nagyon rég elveszítettek. Én nem vennék Teslát, nem adnám a pénzem egy olyan cégnek, aki, aki 8 éve ígérgeti, hogy hamarosan megkapom a 10 dolláros levelőtös önvezetést, mert látjuk, hogy nem kapjuk meg. Úgyhogy még hogyha ez a videó, ami, amiről most szó van, ez nem is kamú, és hogy csak kitalált egy dolgozó, a tény az az, hogy nincsen level 5-ös önvezetés a Teslának. A level 2-ben ők a legjobbak, ez tény, de, de igazából mondom, már ott van például a Mercedes, aki kihozta level 3-at, az Audinak is van level 3, csak még nem engedélyezett, de, de a többi gyártónak is van, és és ez egy folyamatos harc lesz, de én csak annyit szeretnék, hogy ne mondjon nagyot Elon Musk, Tehát, hogy legyen ennek vége, hogy bemondunk hatalmas dolgokat, aztán meg nincs belőle semmi, mint ahogy egyébként a Pled Tesla sem kapható. Bejelentették, hogy új, ekkora meg akkora hatótával, ilyen olyan akkumulátorral, aztán utána így nem lehet megvenni. Tehát, aki előrendelte, egy másik modellt kap. Tehát, hogy azt hogy? Ez olyan, mintha azt a BMW, hogy jön az új M4-es BMW, aztán én megrendelem, és végül csak egy M3-as kapok, mert azt mondják, hogy az M4-es nem lesz. Vagy csak egy sima 4-es kapok, mert azt mondják, hogy ez is majdnem olyan erős, mint az M4 lett volna, úgyhogy igazából ez jó neked. Ez kicsit gáz szerintem. írjátok meg kommentbe a véleményeteket, ez egy ilyen direkt rövid videó lett, egyrészt már rám sötétedik, és még össze is kell vágnom, mert hogy mindegy szóval egy csomó dolgom van. Írjátok meg kommentbe a véleményeteket. Én nagyon drukkolok a Teslának, tényleg. Csak, csak, közben ne látnék ilyen, ilyen nagyot mondásokat, ezt az egyet, ezt, ezt nagyon nem bírom Na, hogyha tetszett ez az epizód, akkor nyomjatok egy lájkot, toljatok egy kommentet, egy feliratkozás gombot, és nagyon köszönjük a Tiszt Energiáknak, Rekhozietnek, Superszokonak, Smart Diskonnak, Under Lucky YouTube támogatóknak, és a következő videó, hogyha végre elfogadják, az egy nagyon izgalmas videó lesz, nem árulok el többet róla, csak legyen ennyi elég, hogy nagyon izgalmas lesz.